Nagyon szépen köszönjük az előadást. És hát rögtön folytatjuk is a második előadásunkkal. Ugye az utóbbi időben megint nagyon sok népszerű sorozat van, ugye mindenféle csatornákon. És hát ugye ezek közül az egyik a Wednesday. Nézi valaki innen a wednesday -t? Vagytok elegem, igen, úgyhogy nagyszerű. Ugye a következő előadásunk erről fog szólni. Ugyanis hát ugye ez egy nagyon-nagyon népszerű sorozat lett, és aki ugye nem tudná, ugye egy Dark Line Lore szól, aki az Adams Family-nek a gyermeke, és hát ennek a családnak az ötlete a 30-as évekből indult. De nem szeretném elvenni az előadótól a lehetőséget, hogy ő mutassa be, hogy miről is fog szólni ez az előadás, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel és nagy tapsal Halmi Zsoltot, aki az fog beszélni nektek. Sziasztok! Sziasztok még egyszer! Gondolom az utolsó képsor az mindenkinek ismerős volt. Ki az, aki nem látta a wednesday az nyújtsa fel a kezét. Egy ember? Kettő? És az többiek, amiket még lehetett látni filmek, azok közül látott-e valaki valamelyiket? 91-est gondolom azt mindenki látta, az egy klasszikus. Na, megpróbálom így végigvezetni a úgymond 20. századon egészen a legutóbbi Wednesday sorozatig az Addams Family történetét, és hogy honnan indult egyáltalán ez a sorozat, és miből alakult ki, és hogy lett ebből gyakorlatilag mozgókép, animáció, és itt tovább, és itt tovább. Na, nem megy tovább? Oké. Okay. Na, sikerült a technika ördöge. Az egész kitalálója az Adams családnak egy Charles Adams nevezetű karikatúrista, aki 1938-ban vetette papírra először az Adams család történetét, és innen ki is lehet találni, hogy honnan ered az Adams család elnevezés, tehát magáról a karikatúristáról kapja majd a nevét, de ez nem volt ennyire egyszerű dolog, majd erről még fogok később beszélni. Közben megérkezett Batman a háttérbe, ha jól látom. <laughs> Charles Adams a The New Yorker lapnál kezdte, ami a képregény történet szempontjából egy fontos magazin, mert ebbe debütált a világ legelső képregénye is, a Sárga Kölyök, annak idején 1896-ban, és egy Pulitzer nevezetű úriembernek az újságja, illetve magazinja volt ez a The New Yorker magazin. Így nem csak sajtótörténeti, hanem képregény történeti szempontból is érdekes. És itt kezdett dolgozni Charles Adams, és itt kezdte először ezeket a karikatúrákat, ami az Adams family szól, illetve ekkor még nem volt nevük, nem volt személyiségük, ezek egy-egy oldalas karikatúrák voltak, és erre épített rá gyakorlatilag egy sztorit. Ezek néma képregények voltak, nem volt hozzá szöveg. 150 darabot készített belőlük az élete folyamán. Íme itt látható, a New Yorker lap, amiben megjelent, és így nézett ki, ami ott elől látható, egy-egy képkocka az Adams családról. Ugye Charles Samuel Adams 1912-ben született, és 1988-ban halt meg. Karikatúristaként kezdte pályafutását, jellemző rá nem csak a család karikatúráira, hanem minden karikatúrájára a fekete humor, ami ugye átszövi gyakorlatilag az egész munkásságát. Visszatérő karakterei, mint mondtam, az Adams család, és 1932-ben kezd el gyakorlatilag dolgozni a New Yorkernél, ahol először borítókat készít, és majd később különböző karikatúrákat, majd egészen 1938-ig, amikor megjelenik az első Adams család karikatúrája. 1938, mint mondtam, ekkor debütál az Edems család, különböző egyoldalas vagy féloldalas tablókban, ami 150 darab lesz majd ugye egészen 1988-ig, a haláláig. Az Edams kastély, kastély ihletője, ami ugye megjelenik mind a filmben, mind az animációban és mind a képregényben, az Elm utca vagy Elm Street és a Dudley sugárúton található házaknak a ötvözetéből fog kialakulni. Charles Adams fiatal korában nem volt az a helyde törvény tisztelő állampolgár, többször elkapták betöréses lopásért, és pont ezekben a házakban, ami később a karikatúráinak az ikletét adja majd. Valamint később ugye a Pennsylvania Egyetemen fog tanulni, és a régi kampusza róla fogja elnevezni a művészeti részlegét, és ugye itt látható a kampusznak a bejárata. Ugye ez 2001-ben a a Charles Adams Fine Arts Hall, és az Adams family látható a különböző jelenetek magán a vas kapun. Edgar díjat kap, ez azt jelenti, hogy Edgar Allan Poe, ugye, mint író, gótikus író és horror író egyben, róla elneveznek egy díjat, és ezt minden évben kiszokták osztani, és ugye ő ezért a fekete humoráért és az Adams családért fogja megkapni az Edgar díjat kap Will Eisner díjat is, ez a világ legelismertebb képregényes díja, ezt is szintén minden évben kiszokták osztani, ezt is megkapja. Ezek egyébként a filmekben, sőt a Wednesday sorozatban is visszatérő motívumok lesznek majd, de amikor oda jutok, akkor majd erre el fogom, ezt el fogom mondani, hogy hogyan. Századik születésnapja alkalmából Charles Adams kap egy Google fejlécet, hogyha valaki esetleg emlékszik rá, én sem emlékszem rá, úgyhogy ez csak egy érdekesség. 2020-ban a New Jersey hírességek csarnokában fog bekerülni. Be fogják oda választani. 2021-ben pedig az itt látható lapja 87.500 dollárért fog elkelni. Ez lesz az első olyan Adams család karikatúra, ami nagy összegért fog elkelni, és innestől kezdve ezeknek az értéke egyre csak nő és nő. Ezen kívül ihletet, műzikeleket, rajzfilmeket, sorozatokat, képregényt, könyvet, játékot, tehát az Adams családdal sok-sok médiumban találkozhatunk. Ne nézzük akkor, hogy egyáltalán mire is akart utalni, vagy egyáltalán hogyan alakul ki ez az egész Adams család. Ugye először is a 20. századi arisztokráciának próbál egy görbetükröt állítani a család megjelenésével. Ugye egy kísértett laknak, fekete humor, különböző gótikus háttér, stb. ez jellemzi a filmet. Ez később magára a gót szubkultúrára is hatással lesz. Elég, hogyha most csak a venzdélyre gondolunk, hogyha valaki volt a mondokonon, legalább 50 Wednesday volt jelenleg is. <laughs> Erős fekete humorral átszőtt párbeszédek jellemzőek a munkáira. Ugye a különc kinézett bizarr szokások, amik a jellemzőek szintén a figurákra. És a lényeg, hogy a képregényben nem volt nevük és nem volt személyiségük. Ahhoz, hogy legyen nevük, elnevezzék őket azokon a neveken, amiket most ismerünk, ahhoz egészen a 60-as évekig kell várni, amikor megjelenik az első élőszereplős sorozat róluk. Ez pedig ugye az Adams család szitkom lesz, ami egész 1964 és 66 között fog futni. 30 és 34 részből álló sorozatok ezek. Egy ilyen kis 20 perces epizódokról beszélünk. Fekete-fehér filmsorozat. Hogyha valaki meg akarja nézni, fent van a neten, meg lehet tekinteni egyébként. Nem annyira vészes, mint ahogy gondolnák, ahhoz képest, hogy a 60-as évekből származik. Főleg a humorra fókuszál, és ekkor fognak nevet kapni a szereplők. Ugye egy filmről beszélünk, nem pedig egy néma képregényről, ahogy eredetileg indult az Edems család. Ezért valahogy ezeket el kellett nevezni, és valamilyen személyiségeket kellett ezekhez kapcsolódni. És itt lesz az az érdekesség, hogy az utolsó szereplő a nevét szombaton fogja megkapni. Ez lesz Wednesday ami egy gyerekdalból fog eredni, de ezt majd később szintén meg fogom mutatni. És innestől kezdve lesz ugye személyiségük és nevük a szereplőknek. És itt látható a szitkomból az első szereplő gárda, hogy hogyan is néztek ki ők annak idején. Ugye megjelenik Gomez és Mortissa, ugye őket, ők lesznek az elsők, akik nevet kapnak. Ugye az, hogy Edems család lesz, az evidensen abból következik, hogy az alkotójukat Edemsnek hívják, és ehhez kapcsolódik hozzá a Gomez, a Mortissa, ugye a szadista hajlamokat mutató gyerekek, Venzde és Paxley, a Festerbácsé ugye a furcsa és kopasz emberke, a nagymama később fog csatlakozni hozzájuk, és ugye Frankenstein szörnyét idéző lörcs, és természetesen izé a levágott kéz, ami ebben a sorozatban még különböző dobozokból és nyílásokból nyúl ki, a speciális effektek hiánya miatt gyakorlatilag. 66-ban befejeződik ez a sorozat, a képregény az megy tovább, tehát több újságban is megjelenik, és 1972-ben a William Hanna és Joseph Barbara produkció úgy döntött, hogy a scooby doo a Rejté vel együtt közös kalandokba fogja keverni az Adams családot, és ugye ez 73, 73. szeptemberétől 73. decemberéig tart, ez 16 epizódot foglal majd magába, az eredeti szitkom szereplők fogják adni hozzá gyakorlatilag a hangokat, és a 70-es évek végén pedig egy külön kiradás erejéig az eredeti szereplőkkel újra össze fog állni a szitkom, és egy részt le fognak forgatni. És itt látható a William Hanna és Joseph Barbara által kreált Adams Family első animációs filmje. 1988-ban el fog hújni Charles Adams, a jogok a feleségére fognak szállni, és megpróbálnak egy élő szereplős mozifilmet létrehozni az Adams családból, hogy ugye újra felelevenítsék gyakorlatilag azt a nosztalgiát, ami eddig volt. Viszont nagyon sok problémába fognak ütközni. Először is a szitkomra nem emlékeznek. Egy hasonló kaliberű és hasonló történetű sorozat megy akkor Amerikába, amire az akkori nézők rá vannak függve, és már nem emlékeznek az Adams Family-re, ezért nagyon sok filmkiadó vállalat nem meri bevállalni ezt az egész produkciót. Ezen kívül ugye különböző stábtagokat cserélnek le, rendezőváltás, mert Tim Burton szeretnék felkérni, de ő éppen a Batman visszatéren dolgozik ebben az időben, tehát nem tudja elvállalni ezt a feladatot, és egy első filmes rendezőre bízzák gyakorlatilag a rendezőt. Egy ilyen zsákba macskaként indul ez a film. Vagy sikeres lesz, vagy nem cím. Szóval sikeres lesz, Oscar díra is jelölik, és ezen kívül anyagi és nézői siker lesz. Gyakorlatilag egy kultuszfilm alakult ki belőle. Nem tudom, ki látta ezt közületek. Szinte mindenki. És természetesen ezt a sikert megpróbálják megint meglovagolni, így megint készül egy animációs sorozat belőle, ami két évadot fog megélni tehát nem túl sokat. Ezen kívül elkészítik ugye az Edems család kettőt, ami kritikai siker, nézők is szeretik, de azt az anyagi sikert, amit eredetileg az első 91-es mozifilmhoz, azt nem fogják tudni teljesíteni. Szintén Oscar jelölést kap ugye a jelmezek miatt, és 98 ban készül egy harmadik rész, nem tudom, tudja-e valaki, hogy létezik egy harmadik része, vagy látta-e valaki közületek a harmadik részt. Egy nagyon gyenge filmről beszélünk. Ugye az eredet, a mozifilmnek a szereplői azok nincsenek is benne, tehát teljesen új szereplőkkel kezdik el, és nem is fog megjelenni moziba, DVD-re és VHS kazettára fogják kiadni, és eredetileg egy újabb sitcomnak a bevezető mozifilmje lenne, azonban is indítják a sitcomot, de nem lesz az sem sikeres, ugyanúgy, ahogy a bevezető nagy estés filmjük sem lesz az. Egészen 2019-ig kell várni, hogy újra az Adams család a mozivászonra kerüljön, Imáron egy 3 d animációs film keretén belül. Anyagi siker lesz ez is, nézők is szeretik, szintén Tim Burton szeretnék felkérni rá, szintén nem tudják megnyerni. Rengeteg minden van az animációban, ami tisztelgés az elődök előtt. Tehát, hogyha a két mozifilmet veszük és a Szitkomot veszük, ott a szereplők közül van, aki nem hasonlít a képregényre. Az animációs filmet viszont teljes egészében úgy készítik el, hogy a szereplők az eredeti képregényre emlékeztessenek, az eredeti képregény figurákra emlékeztessenek. Visszahozzák, hogy az eredeti Szitkomba jelenik meg az elején, ahol levetítettem a különböző filmekből ezt a csettintéses jelenetet, ugye ez egy ikonikus jelenet, ez mindegyikben visszajön, és itt szintén egy az egybe a Szitkomnak a nyitó jelenetét, hogyha megfigyeltétek, azt hozzák vissza az animációban, ennél a csettintéses jelenetnél. A házszíne, ami van benne, nem tudom, láttátok -e ezt a 2019-es animációt a végén, amikor újraépítik a házukat, akkor rózsaszínre festik le. Ez szintén utalás az elő, a szitkomra, a 64-es, 66-os sorozatra. Az egy fekete-fehér sorozat, de az eredeti ház, amiben benne vannak, az rózsaszín. És ezzel is utalnak gyakorlatilag arra a sorozatra. És a szinkronja az katasztrofális, mert nem azok a szereplő nevek vannak benne, amit ugye megszoktunk a többi 2021-ben elkészül a második része, ugye a nagy sikere való tekintettel leforgatják, Anyagi, anyagilag sikeres lesz, de ugye a nézőknek annyira nem nyeli el a tetszését, de azért így is jó bevételt fog produkálni. Ami érdekessége, hogy főleg wednesday összpontosít, tehát ez a sztori, ami már ugye, egy tudós akarja megszerezni wednesday hogy segítsen neki, ezért ugye átverik, hogy ő az apja, stb. stb. Nézzétek meg a filmet, annyira egyébként tényleg nem katasztrófális, érdemes megnézni. És mielőtt átérnék a Wednesday sorozatra, meg gondolom arra is kíváncsiak vagytok, hogy beszéljek arról is, beszélek pár szót, hogy kik is gyakorlatilag ezek a szereplők. Ugye a családnak a feje, Kasztíliából származó Gomez Alonso Adams. Ugye ő lesz az első, aki a szitkomhoz is megkapja a nevet. Ugye eredeti képregényben egy köpcös piszaorral rendelkező nem túl szép férfi. Ugye ez az animációs filmekben is így ábrázolják, és a Wednesday sorozatban is így jelenik meg. Ugye itt látható a három kép, az első ugye a 60-as évek szitkomja, a második ugye a 91-es és 93-as mozifilm, és ugye a wednesday hogy hogyan ábrázolják. Tehát ugye ez áll sokkal közelebb az eredeti képregényhez, és ez ugye visszaköszön majd itt. Ugye tévésorozatban ugye egy átlagos, mondhatni egy ilyen úriemberként, jóképű férfiként próbálják ábrázolni, és ugye a mozifilmekben is. Attribútum az, hogy szivarozik, ezt viszont már ugye bizonyos dolgok miatt nem lehet megjeleníteni filmekbe, de az első filmekben ugye még szivarozott modellvasútja van, amivel előszeretette játszik, ez visszajön a mozifilmben is szintén, és küzdősportokban is járatos, főleg vívásban, amivel szintén mindegyik moziban, vagy animációban, vagy akár a sorozatban, még a wednesday is találkozhatunk. Felesége, ugye a sápadbőrű, elegáns, gótikus megjelenésű Mortissa, Mortissa Gomez, aki boszorkány, és füst az, amit tud a testéből kibocsátani, ez nem igazán jelenik meg sehol, sem a mozifilmekben, sem az animációban, de a képregényben ez megjelenik, főleg amikor például szipkával cigarettázik, hogy nincs benne cigaretta, de a füst a testéből úgy távozik, hogy azon a szipkán keresztül. Szereti a rózsáknak a fejét levágni, ez is egy ismertető jegye és csak a szárát szokta virág, belerakni a tartóba, és ezen kívül szereti a zenét. Itt látható néhány ábrázolás módja az elmúlt évtizedekből. Paxley Pubert Adams, Mortissa és Gomez Adamsnek a legidősebb gyermeke, Hivatalosan, de ugye ez attól függ, hogy a mozifilmet nézzük, vagy az animációs filmet nézzük, vagy a sorozatokat nézzük. Mindenhol más életkorban jelenik meg, de ugyanez igaz venzdére is, hogy a két gyerek más-más életkorban szerepel, más-más történetekben. Ugye itt láthatunk négy különböző ábrázolását a filmekből, ami ugye jellemző rá a csíkos póló és a rövid nadrág, ez mindenhol ugyanúgy jelenik meg. Ugye kezdetben egy érdekes figura, mert nagyon sok változáson esik át a képregénytől egészen az Adams sorozat, Wednesday sorozatig, hogy kezdetben egy deviáns ördögi gyerek, később pedig egy feltaláló zseniként fog megjelenni. Az animációs filmekben feltalálóként mutatják meg, de az ördögi jellege is megmutatkozik, a ö, mozifilmekben pedig inkább egy kiszolgáltatottabb ö, figuraként fogják ábrázolni. Ö, testvérével, ugye wednesday el egész jól kijönnek, annak ellenére, hogy mindig egymás szivattyák. Fester bácsi, vagy más néven ugye Fester Adams, ő is egy érdekes figura, ugyanis ő is átalakul az animációkban, a mozifilmekben és a képregényben. Ugye kezdetben Mort is a nagybátyjaként fog megjelenni, ez van az eredeti sorozatban, majd Gomez Adams nem és az pedig már ugye az a mozifilmektől kezdve fog megjelenni. A megjelenése az ugyanaz, ugye kopasz görnyet beesett szemekkel, és érdekessége, hogy villamos energiát termel a teste, ami az animációs filmben fog megjelenni, meg a mozifilm második részében van egy jelenet, amikor villanykörte van a szájában és világít, de igazából nem, sehol nem hangsúlyozzák, hogy neki van egy ilyen képessége. És van egy nagyon bizarr szokása, hogy amikor migrén gyötri, akkor egy ilyen fejszorítóval szokták azt neki így elmulasztani. A kinézete ellenére pedig egy gyengéd és gondoskodó figura, ez így mindegyik variációjában visszaköszön. Izé, ugye a levágott kéz, ugye kezdetben, mint mondtam, egy dobozból kinyúló kéz, ami akár könnyékig is kinyúlhatott eredetileg az, a sztori szerint ez egy teljes emberi alak, és ennek egy önálló életre kelt kezéről van szó. kezdetben ugye a dobozból, majd ugye a speciális effektek fejlődésével ugye önálló életre kell, és a 91-es mozifilmben már saját maga mozog, és képes morzelekkel és kézjelekkel ugye kommunikálni. És hát ugye az Adams családnak elvileg a legfiatalabb tagja, de ez megint változik, mert hogyha végignézzük a képet, négy különböző életkorban lévő wednesday láthatunk. Érdekessége, hogy Wednesday Friday Adams-nek hívják, tehát hogy három neve van. hogy az eredeti sorozatban 6 éves, a mozi filmekben 12-13, a Wednesday sorozatban pedig 15-16 évesként ábrázolják. Ugye jellemzője a sápad bőr, két cof, érzeletmentes, üres tekintet, de ezt szerintem nem kell elmagyarázni. És ugye, mint látjuk, hogy mindig ugyanazt viseli a magán, tehát a ruhája ugyanaz. Szadista hajlamokat mutató, sötét személyiséggel rendelkező lányként kezdi. Különös érdeklődéssel a halál iránt, ezen kívül pókokat nevel, tehát ez, igaz, ez a hobbija sem nagyon tűnik ki gyakorlatilag a sem a filmekből, sem pedig az animációból. És akkor még egyszer, ugye a nevének eredete, mint említettem, tehát az ő neve lesz az, amit a legvégén fognak majd kitalálni a szereplők közül, mert ugye a személyiségét az kitalálták. Azzal nem volt gond, de még nem tudták, hogy hogyan fogják elnevezni. És van egy ilyen mondóka, ami itt látható, hogy a hétfő gyermek, keddi gyermek, és a szerdai gyermek, mely tele van kínnal. Ez egy Amerikában lévő ö, kis mondóka, gyerekek körében terjedt el, és amikor Charles Adam az a barátjával sétáltak, és elmentek egy óvoda mellett, ahol éppen gyerekek ezt a dalt énekelték, akkor mondta neki a barátja, hogy na ez illeni fog a karakteredre. Úgyhogy onnastól kezdve Wednesday adams úgy hívják, hogy Wednesday gyakorlatilag. A péntek pedig onnan fog jönni, hogy a sorozatban is elhangzik, hogy péntek 13-án született, és gyakorlatilag ez egy ilyen ellenmondás a nevének az eredetével kapcsolatban, de szerintem felesleges logikát keresnünk egy 38-tól futó napjainkig létező képregény, animációs film és egyéb univerzumon, hogy most ez miért van így, tehát ebbe szerintem felesleges belekötni, és ugye a legújabb a Wednesday sorozat 2022. november 23-án egy szerdai napon debütált, ugye, minő meglepő. Nevében ugye el, benne van a péntek szó, ezt az előbb elmondtam, és végre eljutottak oda, ugye a sok-sok próbálkozás után, hogy sikerült Tim burton megnyerni, hogy tessék, akkor itt van rendezd, és ugye ezt a sorozatot már Tim Burton jegyzi. A Wednesday sorozatnak az az érdekessége, hogy tele van ízteregekkel, tehát rengeteg utalás van benne a képregényre, a mozifilmekre, a sorozatokra, tehát minden mindenre. Tehát először is ugye Edgar Allan Poe, mint olyan, ugye benne szerepel, a, maga a szobor is benne szerepel Edgar Allan poe a sorozatban. Ez ugye utalás egy a gótikus megjelenésre, Kettő, utalás arra, hogy Edgar Ellen Pódias, maga Adam, az egésznek az alkotója. Tisztelgés ugye a rajzoló előtt. A csettintés, ami a szobor előtt történik, az szintén ugye utalás az előző filmekre és mindegyikre. Van egy 1600-as évek boszorkányper, amikor ugye a 91-es filmben, tehát amikor van az a rész, amikor ugye telepeseknek vannak egy ilyen tábor, vagy mi az, egy ilyen és akkor ott a boszorkányságról is szó van, és ugye van egy boszorkányperre való utalás, ami a 91-es mozifilmre utalás, amikor Wednesday egy fényképen mutatja be ugyanazt a boszorkányt gyakorlatilag. Az első részben ugye t úgy találja meg, hogy almával a szájában van a szekrényben. Ez egy az egyben ugyanaz, mint a mozifilmben, amikor először látjuk őt. Táncjelenet, ezt szerintem senkinek nem kell elmagyarázni. A sitcomban a 60-as években a wednesday volt abban a sorozatban is egy tánca, és azok a mozdulatok, amit ott a akkori Wednesday táncol, az benne van gyakorlatilag a wednesday -nek a táncába is, kicsit máshogy. Iászat, szintén utalás a második mozifilmben, amikor ugye egy táborban vannak, és ott is iászkodniuk kell. scooby utalás, amikor a Sheriff Vilmának nevezi a sorozatban wednesday -t és ugye a cserkészlányos utalás is szintén, a zarándokos rész ugye szintén a második részre utal, csak itt, ha jól emlékszem, német turistákat oszt ki, ott pedig ugye a telepesek és az indiánok viszonyáról tart gyakorlatilag egy előadást. Itt látható még néhány szintén egy olyan íztereg, ami, ami nagyon ütősre sikeredett, főleg a Krisztina Ricci szerepeltetése, ugyanis ő játszott a Wednesday-t a mozifilmekben, a 91-es és a 93-as mozifilmben. Ugye itt nem őt játsza, de ugye visszahozták őt erre a sorozatra, és megjelenik ugye a Hogy is hívják Rokon, ez a nagy szőrös emberke, aki ugye a mozifilmekben is benne van, és ugye az animációs filmben is benne van. És nem akarok többet beszélni róla, úgyhogy Körülbelül ennyi. Hogyha valakinek van kérdése, akkor az most tegye fel, hát ha tudok rá válaszolni. Igen. Oda? A, igen. igen, nem. Nem, mert Feszter Adams, ugye egy, hogyha a, mi az a képregénybe visszatérünk, ugye neki volt egy ilyen kis, olyan ruhája, meg egy olyan gallérja, ami meg maga ez az egész kopasz fej, egyébként tényleg hasonlít rá, hogyha így úgy nézzük a dolgot, de valójában nem, tehát igen, csak hasonlít rá. De ez egy jó észrevétel. Igen. Azt nem, azt nem lehet tudni, szerintem az csak egy dizájnelem rajta. Nem az izénél mondom, az úgy alakult ki, hogy egy dobozból kinyúló kéz, utána ugye a speciális effektneknek köszönhetően, de szerintem, mivel hogy Tim Burton rendezte, Tim Burton egy szürrealista festőművész is egyben, és ezen kívül ugye maga a filmjeinek is mindig van valami szürrealis dolog, meg egy olyan, jelen, olyan képi világ, ami ugye rá jellemző. Szerintem ezt is úgy alkotta meg, hogy akkor ez egy kicsit máshogy legyen, mint az előzőekben. Még, valaki? Még egy kérdés? Semmi. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattatok.